Honnan jövök ma? Ember még hadd ebédeljen már, mert nyugodtan. Na. Jó, itt vagyok ma, itt vagyok ma. Csak ebédelés közben vagyok, vagy reggelizés, nem is tudom már milyen napszak van. Köszöntök mindenkit a csatornán, Chris Tucker vagyok még mindig. Elnézést, hogy evés közben pofázok, vagy pofázás közben eszek. Rá. Most vagyok éppen túl a reggelizésem. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire bosszulja meg magát, hogy megreggelizek itt az út előtt, mert a képernyőn már látszik, hogy hol megyünk. Igen, ma is halálút lesz a program. Tanzániába megyünk, ahova én még eddig sosem jutottam el. Most majd eljutok. Na bocsánat, csak bekapom a bagettemnek a végét. Hagyjuk. Most már mindegy. Bocsánat. Gyorsabban is menne, csak már a fogsorom az limitált, aztán lassabb majd a vágás. Na, szóval Tanzánia, halálút, ide megyünk. Természetesen a videó alatti leírásban megosztom a linket, ahol ki lehet ezt próbálni, ezt a motorképet. Na, még kicsit köpködöm a bagetnek a maradékját, elnézést. De majd a hangyák megeszik a maradékot. Szóval menjünk akkor, Euro Truck Simulator 2. Tanzánia térkép, és nem egy nagy térképről beszélünk alapvetően, viszont annál szórakoztatóbb térkép lesz. Körülbelül egy olyan 2000 km-re bejárható útszakasz ezen a térképen, és vonva városból megyünk át Lambadába. Ez a videónak az első része, vagy a térképnek az első része, igen, a videónak is, meg a térképnek is az első része. Ez a Monza és Lambada közötti rész, majd aztán Lambadából megyünk át Mushuma városba a térkép második szakaszában és a videónak a második részében is. De én most megpróbálom ezt a Monza és Lambada közötti útszakaszt túlélni, meglátjuk, hogy milyen úthálózat vár minket itt Tanzániában. Hát akkor induljunk is neki. Kezdj csókolom, baloldali közlekedés van Tanzániában. Mekkora fekvőrendőr. Szóval ne lepődjetek meg, az út baloldalán fogunk közlekedni. És... az mi egy bohózhal? Hát az óriási. Na, kellett nekem megreggelizni. Egy bohózhal, nézzetek meg bohózhal. Milyen? Az ott kicsoda. Silo Green, bazd meg, hirdeti magát a izén. Pótkocsikon. Jó, Edu, daljál, már megyek ma. Csak megnéztem ezt a bohócalat. Hát, van egy kis pitty-putty lehetett. És itt túlélők után kutatnak, úgy látom a helikopteresek. Hát, biztos vannak. Igen, tehát ez egy repülőgép szerencsétlenség volt, és daruval próbálják kiemelni a vízből ezt a szerencsétlenül pórul járt Boeinget. Ó, és pont most száll egy repülőgép, nézzétek meg? Wow! Itt van egy helyi repülőtér. Picit még szoknom kell ezt a baloldali vezetési közlekedési távot. Na, ez már egy tekintélyes szakadék itt közben, ahol megyünk. Próbálok nem rendkívül nagy balesetet okozni. Hoppá! Nyomni kellett a féket, mert megindult alattam a gépjárműzet. A pillanat! Ez ilyen döntött út? És oda kell fölmenni? Na jó. Na jó! Kezdődik a bolondkodás, jó van. Ott, nézzetek meg, ott jön a kollégák, onnan jönnek föntről, nézzetek meg onnan. Oda megyünk mi is. Jó, hát már most kiverem jelenteni, hogy ez megint valami nagyon pihent térképrajzoló volt. Oda föl se fog menni a Volvo, ezt most megmondom nektek. Ez egy ilyen hullámvasút rész. Ez a Volvo oda nem fog fölmenni. De nyomom neki a gázt. Ennyi, az meg, mert már emelkedik az út. Katasztrofa turisták jönnek ide nyaralni, úgy látom, lakókocsistul. Minden este. Na, itt kezdődik ez a emelkedő.
Na, a Volvo innentől kezdve megadja magát, figyeljétek. A fagyiskocsi, hogy jönne, hogy vezetnek itt az emberek? Jó, hát ők nyilván helyi lakosok, hogy tudják, hogy mi a dörgés. Bocsánat, csak én is kicsikét szokom a baloldali közlekedést. Ott megy a fagyiskocsi a baloldalon, látjátok? Ugye onnan jöttünk, igen. Milyen út ez te? Ez hullámvasút. Rollercoaster, motherfucker. Azt a rohadt. Jó. Nagyon jó, ez már most vicces térképen, most tetszik. Ami pihent térképrajzoló náci unatkozott. Milyen régen vezettem már döntött úton, emlékeztek még valamikor évekkel ezelőtt? 2017-ben mentem már egy ilyen döntött utas halálúton. Rotas Mortalis, vagy nem tudom, miért tökön volt annak a neve. Csak közben mutatom külsővel. Itt állok most épp az út közepén. Alattunk a végén láthatatlan szakadék. Nézzétek meg, és ilyen útszakaszokon kell kanyarogni, csak mondom. Nem veszélyes egyébként, viszont kicsit nagyobb a forgalom, mint eddig, ami a megszokott volt az idei korábbi modor térképeken. Itt egy sokkal nagyobb a forgalom Tanzániában, úgy látom. Jó, nyilván ez az egy úthálózat van, ami relatíve aszfaltozott és közlekedni lehet rajta, és ott mennek fönn ezek a hátul a kollégák. Ott fönn hátul. Ezzel jöttünk keresztül itt, ott igen, ott egy kis aranyos emelkedős rész. Ilyen beágyazott út. És ott mennek lent az autósok, nézzétek meg. Hát ez már térkép már most egy döbbenet. Milyen szakadék, te hol a vége? Szólj, ha valaki látja a végét. Atya úristen. Szagyon durva. Az emelkedős részeken egyébként elképzelhető, hogy egy picit meg fog szenvedni a járgányotok, ne lepődjetek meg. Aha, 30. Ha jól tudom, itt mérföld per óra van. Bazo... Hát te mit csinálsz? Ha most nézem, mit csinálsz? Ráadásul lejtős úton előzöl a kanyarba. Az OMO mosópor reklám közepette. Most ez mit szólsz, Kániel, hogy ragudjon már szembeforgalom? Hm? Ez mit... Mi volt az elkép? Te meg ne nudáljál, nézzed már meg mit csinál! Hát nézzed meg! Előz! Hát ezt nem hiszem, mert... Bocsa, hadd tolassak már hátrébb egy kicsit. Tolass... Ja, nem tud hátra tolatni. Nem hiszem el, bazd meg! Hoppá, az félközben visszagurulnak a kollégák. Elnézést, de valami amatőrizmus dúl. Nekem kell emelni a szakadékba, szégyen szemre. Pillanat. Így van! Most bezzeg visszatalálsz a sávodba, te! Szerencsétlen nyomorú! Hát, ezt nem hiszem el. Ilyet! Jó, azt én értem, hogy ő is siet, meg őnek is programja van, vagy én nem tudom. Ugye nem. De, ott le van zárva az út. Mehetünk a fapa alóra. Igen. Igen, nagyszerű. Hát ez beteg. Mi a szent szar ez? Jó, hát egy külső kamerával megyek, az biztos. Hoppá. Műsorra. Mi van, leszakadt alattam a híd? Várjatok. Vissza tudok találni? Igen. Ja, lejöttem a palóról, várjatok. Bezzeg, ők mehetnek arra! Nézd oda, ők mehetnek az aszfaltoson, csak én nem. Miért tűnik nekem ez úgy, hogy ez járhatatlan? Nem, csak föl kell jönni rá, aha. Értem. Tehát ha kicsit lejöttek az ideális évről, akkor már nem enged tovább titeket a játék. Hát ez kurva jó. Na jó. Ugye most az a probléma, hogy lendületet kéne venni, ez az. Húzd már föl, hát te Volvo vagy! Ugye most szórakoztak velem?
Hát, ja. Pilla. Átkanyarítjuk. Igen. Vissza nem tudok menni, csak azért. Ennyire voltunk, hogy megdögöljünk. Ennyire. Na, megpróbálok kicsikét úgy összeszedni magam most, jó? Ugye most megint nem tudok tovább menni, mert ugye itt izéje van, pitty-putty. Megpróbálok visszajönni az ideális évre, pillanat. Jó. Így. Ott kéne meg... Azt kéne megemelni, igen, de hát... Hát, kéne egy kis lendület, sajnos. És sajnos, ez nem tudja. Menjél vissza, bazd meg, az az. És most a lendület kéne, hogy legyen. Nem baj az, nem baj az, megyük. Úgy, gáz neki. Egy lendülettel, figyeld. Kikapcsoljuk a divkót. Ezt a kurva! Megdöglük, hú, de nagyon megdöglük. Igen. Nem merem a féket se nyomni, mert elakad megint. Meg főleg, hogy itt fölfele kell most menni. Aaa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 
Embertelen ez az út. És még tart egy darabig. Gyerünk, gyerünk, szedjen neki, ne szarozz nekem le, hogy itt állj, mert meg itt döllünk meg helybe. Jó van, szedjen neki fölfele. Azaz. Úgyhogy látsz, ne gyere le az ideális hívről már. Ott a kiárat, ide látom, oda kell fölmenni. Hogy? Mi az, hogy nem lehet bekapcsolni, akkor mivel megyek itt ki, bazdmeg? Kiásnak minket a helyi perui indujárok? Jönnek ide alsó csákánya? Kiásnak minket? Hát nagyon, mondjuk lassan megyünk fölfele. Hát akkor megyünk szépen. Volt egy kamionos, meg van feküdve. Scaniás, hát na-na. Egyre meredekebb, csak mondom. Egyre meredekebb. Kaparjad fel magadat. Úgy, úgy. Most jön a nagyon meredek. Maradj már az ideális híven, légy olyan kedves. Édes Volvo szívem, drágám. Egyetlen szerelmem Volvo, menj fel. Ilyen? Na, ilyen meredek. Csak mondom, ilyen meredek. Az milyen döntött útot hátul látjátok, hogy mennek a... Hát lehet, hogy jobb is, hogy nem arra mentünk. Nem azt mondom, hogy ez egy biztonságos út, de azért... Megjárja. Na, érj már föl, érj már föl, érj már föl, ez az. Jó van. Nem tűnt elsőre úgy, hogy ez járható út, de úgy néz ki, hogy az. Igen, most egy kicsit rágyd meg. Föl kell rángatni ezt a boilert most már. Csak fölérünk. Ez az. Húzzat. Jó van föl. Hú. Most indultunk csak el, de már ennyi múlott, hogy megdögöljünk. Tehát ez egy igazi halálút. Hölgyeim és uram, ez valóban halálút. Elmebeteg egy térkép. És egy ilyen 20 km per órával baktatunk tovább. Csak jussunk föl valami vízszintesre, könnyen, csak egy pici vízszintes legyen az útba, és esküszöm, hogy... Hát kezdet fogunk a Jóisten, nem megint fölmegyünk a Jóisten... ...hátára is. Itt egy már tud váltani. Igen. Nagyon jó. Fagyos autó, álljál meg, köszönöm szépen. Mondom, álljál meg, kösz. Na most állj, 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 állj. Állj. Állj, állj, most mondom, hogy állj! Húzd be a kéziféket! Jó. Néltek meg, mi volt alattunk? Oda leesünk. Semmi, kész. És ezt akarom megmutatni, néltek csak? Az autósok hol mennek? Ugye ez zárt út. Ilyen döntött kanyarba mennek, és itt van a felborult kamionos úr.
Ezt már a jóisten sem ment innen ki. Hú, de jó, hogy nem erre jöttük. Mert vártam is lehetett volna erre jönni, de... Az egy kiégett roncs, figyeljetek, egy kiégett buszroncs. Ja nem, ez egy, egy tótkocsi. Igen, robbanószert vagy valamilyen gyúlékony anyagot szállított a kollega, úgy látom, mert nem csodálom, hogy felrobbant itt. Itt ilyen úton kivinne bármit is, de tényleg. Ez milyen út? Hát ez nagyon jó. Hát ehhez képest az az út, ami mi jöttünk, az vicces volt. De ez itt... Figyelj, mindjárt megborul a szép fagyis autó. Jó napot az úrnak. Csak óvatosan. Csak óvatosan. Ott már nem annyira megdöntött meredek. Az anyádnak a szemébe süss bele, bazd meg. Nagyon rossz érzéseim vannak még ettől a térképtől már most. Azt mondja, 20-20 mérföld per óra, gondolom. Ez... vízesés az út közepén? Igen, ott mennek át, figyeljétek, ott mennek át, a fagyis autó is átment rajtam, ez harap. Ez egy vízesés, és az út kellős közepén folyik át. Remélem, hogy nem olyan erős a sodrás, hogy levigyen minket a halálnak a ledvás faszára, hanem most tényleg. Azt hiszem, gázt adok neki. Aki most szembe jön... Jövök! Hát a gyerekek... Át kellett jönni, nem? Valahogy. Gyorsan kézifék van ezek. Élünk? Mindenki életben maradt? Igen, hát én rendben vagyok. Hát valahogy át kellett jönni, nézd meg. Hát én nem így jövök át ezen a buckán, az autós kajak elsüllyed, nézd meg. Az autósok kajak elsüllyednek benne, nézzetek oda. Úgy, eltűnnek a víz alatt, és ott jönnek ki. Hogy van ez? De tényleg. Ott bebucskázik a víz alá, nézed oda? Közelről is megmutatom, bemegy a víz alá. Így, eltűnik. Ott megy, valahol. És itt jön ki a túloldalom. Jönnek ki csak... Ja, hogy én most elárom a forgalmat! Hát megfullad az a szerencsétlen a víz alatt, menjünk gyorsan! Menjünk gyorsan! Ott valaki a víz alá került. Remélem nagy levegőt vett. Na, most... fúdoklást fog okozni. Milyen útszakasz ez? Milyen kanyarok itt? Elnézed a kanyart, meghalsz azonnal. Nem lesz itt senki, aki új... defibrillátort hoz és újraéleszt. Jumbo! helyi Kubu üdítőita a márka. Most mi van? Hát nyilván nem arra megyünk. Ja, jó. Aha. Arra vezet tovább az út, jó. Index. Akkor szabályosak legyünk. Jó. Igen. Remélem ez egy irányú. Persze. Arról nevezetes. Látja valaki utat? Mi van? Az ott az út? Ott az? Na. Pillanat. Egyre én is keresem az utat, meg a szavakat. Egyiket csak találom. Na jó, egyetek máfa. Na jó. Na jó. No, hát ez külsővel, ez biztos, hogy külső. Hát, megy a tenger. És arra megyünk, az a út, ott a út, igen. Én sem látok normális, hogy idejövök kamionnal, de tényleg. Nem, hagyj engem békén, a motorhibáddal békén. Majd megyünk szervizbe, nyugodjál meg. Csak hagyd nézzem már meg ezt az utat, hogy mit kell itt csinálni. Pontosan. Aha. Követjük a kijelölt irányt, igen. Valahogy erre felé. Mutassa. Óvatosan. Aha. Jó, van ott hely bőven. Menjünk. Itt már nincs olyan sok hely. Nincs textúra konkrétan. Eltűnt.
Jó, hát szokásos. Tudjátok, ezt Peruban megtanultunk vezetni, nagy ívben megpróbálunk okoskodni, aztán valami lesz. De szerintem ez sokkal veszélyesebb térkép, mint Peru. Elsőre. Elsőre neki futásra. Aha, itt jön megint egy nagyon aranyos. Igen. Hát van egy hangja a motornak, igen. Megjárattuk. Túl necces helyeken közlekedek. Nem olyan egyszerű a dolog. Bozótos se szoktak itt, látom, nyírni. Túlzottan sokat. Ott a szakadék? Igen, a szakadék. Éppen hogy van helybe fordulni. Jó, tovább. Most át erre. Megint kicsit megdönt az út, segít, hogy arra kanyarodjál, bazdmeg. Gyere, bazdmeg! Ha mennék én arra szívesen, csak nagyon veszélyes. Veszélyes az út! Tanzánia felé! Wow! Nem tudom, hogy ez a jó kameraszöge. Hát, próbáljuk a legjobb tudásunk szerint. Aha. Jó. 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 Nem olyan veszélyes az. Itt mi történt, kedves uraim? És irányít, bazd meg! Ugye elakadt két kollega, és irányít a csávó, hogy gyere, bazd meg! Tehát vigyázzál, mert jövök. Igen? Mi van? Mi újság? Miben segíthetek? Segítsek? Mondtassam ki? Szervusz! Szia, édes szívem, mert én vagyok az, igen, de segítsek kivontatni? Vagy mehetek? Mit mutatsz? Igen? Mehetek? Most mehetek. Jó, köszönöm szépen. De akkor vigyázzál az útból, mert elütlek, öcsém. Látok. Ott még van hely. Motorhibám van. Igen, motorhibám van. Nem megy a motor. Szar, beszart, alattam. Széttörtem. Egy perc alatt széttörtem a kocsit. Menj arrébb, légy szíves. Van még itt hely. Hallod, főnök? Köszi, állj meg kicsit arrébb, mert... alig félek itt te. Úgy ott jó. Kösz. Megyek már, köszönöm. Maga egy úr. Bárcsak mindenki ilyen segítőkész lenne. Na itt már kicsit tudunk legalább haladni. Gász neki. Az milyen út ott szembe megint. Vannak ott kanyarok. Elhaladtunk egy kis pocsolya folydogály, persze, hát az jó, mert legalább nem csattan nagyot, hogyha beleesünk. Jó, hogy szerencsére nincs szembeforgalom. Meg lendület sincs. Jó? Figyelj, jók az utak, nem kell aggulni, jó ez? Megjárja. Csak 3 nap idegélelemmel gyertek minimum, mert lehet, hogyha itt... Lehet, hogy el kell töltenetek itt pár napot, mire átjuttok a következő városig. Mutatom külsőbe, onnan jöttünk, ott volt a kollega, aki integetett, látjátok ott? Itt jöttünk át, azon a kanyargóson, ott az integetős. Arra tovább, és mutatom így fölülről, néltek meg? Itt állok lerobbanva, mert már olyan rossz a motorom. Nézzem. Hát mondjatok már valamit! Most komolyan! Milyen térkép ez megint? Komolyan, ilyen helyekre kell járnom nekem is, tehát komolyan, és ott a következő város. Oda kell átjutni. Teljesen beteg. Jaj! Göröngyös az út. Na, a járókelők is vannak itt. Elvakítom mindjárt fényszoróval őket. Menjetek már az útból, kegyetek. Ne itt sétáljatok már, ahol a közlekedési úthálózat van. Ha egy mód van rá. Az a busz hol áll a szakadék szélén? Na most tényleg, hogy mi tartja fönn egyáltalán? Most nem azért. Pillanat, ezt megnézem már. Pillanat. Ja, hogy gyakorlatilag a busz felel elóg a szakadékba, oda? Oda. Uh-huh. Ez nem, tehát ki parkol így le, de tényleg most... Ki ez a felelőtlen buszsofőr, aki így parkol le? Most ne, tehát... Meg ki az, aki beszáll le a buszba, hogyha mennek haza a
Katasztrófa turisták. Ez nagyon durva. Tehát ez igaz, ilyen fernbusz szimulátorosok csinálták ezt a parkolást. Hát, jó, oké, el kell, hogy férjünk, tehát... Kedves uram, mennék, jó? Jó? Ne kell a porótót használjam, hogy fejbe vágjam magát, jó? Na, most használunk a tükörötöt is, na-na. Menjél. Menjél neki, ez az. Picigáz. És itt balra, jobb balra, jobbra. Már két balkezes, az én vagyok, igen. Hát, pótkocsi, menj már az útból, hát kanyar! Nézd meg, itt sétálgat, hát... És most hogy férsz ott el? Ja, hogy belebagolsz a pótkocsiba, persze. Úgy igen. Úgy én is tudok közlekedni, igen. De hüle. A pótkocsi ez már akkor 100% volt, amikor fölvettem. A telephelyen. Hát hülye ez az úr nagyon. Menjél már arra, kedves hölgyem, mert ott sétálgasson már. Fikázik itt, sétafikázik. Na, gyerünk. Haladjunk mi meg, mert sose érünk még az út feléig se. El. Bele. Neki. Nézd meg, itt is jár. Nézd meg, itt is jár. Ne így sétálgassatok, mert itt laktok. Ez hogy tudok itt élni? Most nem azért. Sehol egy pláza, semmi. Ja, végül is jó szelfiket lehet itt is lőni. Egy jó szelfi itt a szakadék szélén. Instára feltöltve. 5 millió like egyből. Menjen arrébb, kedves uram, jó? Ez valami felfele út kezdődik. Aha. Nyilvánvaló, hogy ez kamionnak van kitalálva az út, hát ez... vak is láthassa. Hát hülye lennék nem kamionnal ide jönni. Igen. Szóltok, ha látjátok, hogy hol megyek. Aha, abra. Abrakadabra, jó. Át kell bucskázni, jó? Ott mennek a kollégák, jó van, akkor már legalább valami támpont van, hogy merre menjek. Meg egy-két ilyen kis pitty-puty kanyar, aztán... Né? Rángassad fel magadat. Még egy kicsikét, egy nagyon picikét. Ú, de jól mohásodik itt már a sziklatömb. A pótkocsi az jó lesz gyújtósnak maximum, mert cégnek ezt már nem adom, igen? Kollega ott jön, és itt vezet át akkor az út, balra, ugye? Jó sejtem, akkor balra index. És itt már bekapcsolódunk valami civilizációba is elméletek. Jó. Atya világ. Kedves uram, hadd konvolyozzak már egy kicsit, hogy valami emberrel hagy találkozzak már, mert félelmetes egy hely. Meg először is járok itt, mutassam már nekem az utat. HC az hardcore akar lenni szerintem. Igen, valami. Jó, hogy maga robbanónyugot szállít, akkor inkább lemaradok. Akkor inkább nem nyomom a gázt. Szilágyi Erzsébet fasor. Hölgyeim és uraim. Szerencsére nem jön most szembe senki, mert itt ez még a fák is be vannak ültetve egészen az út kellős közepére. Ez jó szokás szerint. Na, kijutottunk nagy nehezen az erdőből. Már tudok neki gázt is adni egy kicsit. Balra pedig a csendes óceán, vagy annak egy ágazatja. Most először érzem úgy, hogy tudok haladni is. Ezen az úton. Picit így dől az út, ne törődjetek vele, ez... nem olyan veszélyes ez, mint aminek látszik egyáltalán. Maximum beleesünk a vízbe, hát mi lesz, egy kamionmosás, ingyér. Azt mondja, hogy... Jobbra, jobbra neki, kicsit átnézünk jobbra, ez az. Jó, hát ez teljesen járható. Vészes. Hát de baszd meg! Hol az út? Ja! Víz alá került. Globális felmelegedés, tudjátok, hogy van ez. Sok minden fog még víz alá kerülni, úgyhogy ha szokjatok ehhez az úthoz, hogy ne, előbb-utóbb víz alatt lesznek az utak is, ahol a kamionok mennek. Úgyhogy... vízálló kereket kell föltenni. Ja, hogy ez így, így, aha. Csak mutatom, aha, ez így. Ja, most a balra a jobbra a balra, igen. Már ugye szemből nézem. Majdnem fölmentem oda dombra.
Hát igen. Hangulatos egy vidék. Nem vénnek való vidék minden. Ez már. Aha. Ez az út? Itt? Előttünk? Az ott? Az ott? Aha. Hát a GPS arra mutatja, hogy arra menjél, az meg. Akkor ezt megnézem ki külsőről, mielőtt mindenki látok, jó? Itt vagyok én jó magam, aha. És ez az út itt fönt? Mutifa, muticsak. Ha onnan kell menni, és az az út. Így. Értem. Tehát ez egy vicc akar lenni, semmi más, csak egy kis... Ez vicces akart lenni a térképkészítő. Jó van. Ezzel az úton még a maradék fogam is ki fog esni. Ügyeskedjetek már. Nekem a múltkor Perúban azon a göröngyös úton már kiesett, kihullott néhány fogam. Ez nem annyira veszélyes? Csak... nem. Nem, nem tény. 50 méteres szakadék van mellett, nem érdekes ez. És törődjetek már. Na ez most csak azért is, hogy próbáljunk meg valami szimulátor jellegű dolgot csinálni, ez most belső. Szépen kabinos vezetéssel, tükörvezetéssel megpróbálom abszolválni. Ezt a csodálatos sunscape utat. Igen. Eddig jó. Balra nekik. Hát én nem sokon múlik, hogy ne esek le a francba. Jó, hogy nem sajnálom ezt a Volvo-t, mert nem az enyém, de az életemet azért kicsit sajnálom, nem nagyon, csak egy picit. Már mondjuk az is igaz, hogy előbb-utóbb is megdörlünk most. Kockáztassunk, nem? Adjunk neki kis gázt. Valamiben meg kell dögleni, hát most mibe dögöljön meg az ember, hanem abban, amit szeret csinálni. Úgy, bal tükör. Hát azért 30-nál többen nem mennék azért. Igen. Tudom, hogy sokan szeretnék, hogy leessek oda. Azt ott is maradjak, ott is dögöljek meg. De nem adom meg nekik ezt a örömöt. Most még, majd eljön az én időm is, nem kell aggódni. És akkor most balra nekik, gáz. Az a baj, hogy lejt az út, tehát emelkedik egész pontosan, és akkor gát is adjál neki, ne is essél le. Az a bozót is vagy kicsit föltartja a dolgot, jó, most át a másik tükör, ez az. Megy ez. Na még két kanyar, aztán fönn vagyunk. Ott fönn remélem lesz egy kóla automata. Aztán megszomjazta. Jó. Még nyomjad neki föl magadat. És megint emelkedik, megint gáz neki. Ne sokat. Hát ez a boiler, amit szállítok, az már olyan lukas, hogy tök mindegy neki. Na itt kéne még feljutni valahogy. Nyomjad neki, ez az, menjél már föl. Ez az. Wow! Onnan jöttünk. A szomszédból. Egy kis bukkanó. Kapaszkodjatok! A kurva élet. A franc, aki megeszi. Jó. Megint egy éles kanyar balra. Itt most ez nem, ez itt nem vicc. Van, lerépte a fülemet a fülhallgató. Pillanat. Aha. Biztos látok ebből valamit. Aha. Ja, hogy ez ennyi múlik itt most? Jó, hogy kijöttem külsőre. Na. Szóval, azt hiszem egy kicsit balra tekerem neki. Jó, nem tudom, mi tartja azt a útszakasztot egyáltalán... Fűcsombó vagy? Jézusom! Aha. Jó, semmi, csak hát biztonság kedvéért kimentem kicsit külsőre, hogy lássátok, hogy mi a helyzet.
Istenem, ezeket a térképrajzoló embereket, te jóságos ég. Olyan jókat rölyöketnek a markukba, amikor azt tudják, hogy itt mennyit fognak szopni emberek ezen a térképen, te atyaisten. Ez megint milyen út, te tényleg most, Jézusom már, hova megyünk le? Nyom a fejéket neki, és nem érdekli. Aha, jó le. Dől az út, figyeljetek, dől az út. Aha. Aha, dől az út, bele, aha. Bele neki. Jó, aztán fékezünk. Hol megyünk egyáltalán? Hogy, aha, arra ott le. Jó. Hát világos. Át a sziklákon. Jó, picikét. Kőbevésett utak. Aha, figyeld, figyeld, figyeld. Figyeld, fékezek és alig érdekli. Itt ki kell kerülni a sziklát, mert különben neki mész. Lezbucskázol a halálnak a... Szára látod? És még ott vezet lefele út. Mert miért ne vezetne lefele út, tehát... Meg miért ne jönnének ide kamionnal emberek, tehát teljesen logikus. És komolyan, itt cégek elvárják biztos az ilyen helyeken, az ilyen halálutakon is, hogy te épségbe levigyél egy árut. Meg elvigyél épségben árut A pontból B pontba, időre, sérülésmentesen, nekem 100%-kal sikerült megzúzni ezt a dolgot. Aha. Pillanat. A hátsó kerék már nincsen talajt nem ér, értitek? A hátsó kerék már azt tudja, hogy mi az, hogy talaj. Fogalma sincs róla. Égnek mered. Mint nekem fiatal koromban. Aha. Pff. Hát ülék vagytok, de ahogy lehet itt kamionra ide jönni, elmentek már a fuszomba. Ha nem viccelj ma. Nézd meg, nézd oda. Jó, mondjuk egy jó dolog van ebben, hogy nem az ellentétes irányból jöttünk. Mert itt fölfele menni sokkal nehezebb lenne, mint itt gurulni lefele. Itt néha csak a fékre kell rátaposni. Csak nehogy elfogjon a fékolaj. Ó, hát itt már sziklaomlás is volt, néltek meg. Teljesen belepi az utat, hiszem fékezni is kéne. Ó, szembeforgalom is van már ott. Most látom. Jól láttam? Halucina? Jaj, már megint a víz alatti út, igen. Jó, oké. Okay. Tenger alatti járó szimulátor kezdődik, hölgyeim és uraim. Mangrove erdőben. Hát akkor menjünk, hát erre vezet az út, a GPS is mondja, hogy erre menjél, az. Jött egy autós! Hát igen. Két étű a jármű. Jöjjön kollega, jöjjön! Hey, maga nem süllyed el? Hát ez egy cheater! Nem süllyedt el a vízbe. Ott jött a cheater. Alagút lesz, alagút. Nagyszerű. Akartam mondani, hogy legyen még alagút. De valami fény van itt az alagútban? Na azért. Fölkapcsolták a lámpát egyből. Figyeld már! Hát ezt hogy gondolták? Kerüljem ki? Hát nyilván. Pillanat. Beültette valami őrült a fát az út közepére. Ha? Hát ez szüle. És itt nem lett volna fény, simán. Vigyázzon, mert fa az út közepén, főnök, mondom. Ja, hogy ő ismeri ezt az utat, jó. Olyan bátran ment keresztül rajta. Nem sokban érdekelte. Most mi van? Onnan jönnek a híd felől, nézzétek meg. Erre mutatja, hogy nekem arra nincs átjárásom. Ja, hogy nekem itt jobbra kell lemenni? Nézd oda! Erre mutassa, hogy arra nem tudsz menni, erre mehetsz. Itt van valami kitaposott ösvény. Ti hülyék vagytok. A hülyék ezek. Be kell menni a vízbe? Hát, passz meg! Eddig is voltam víz alatt, de...
Ez már igazi tengeralattjáró szimulátor kezdődik innentől. Ez mi ez az út? Megint. Figyeld, figyeld, bemenjünk a vízbe. Ott megszűnik az út és kész, vége. És akkor követni kell az utat? Aha. Igen. De ez nagyon beteg. Itt jobbra, aha. Jó. Erre át. Igen. Ez nagyon jó. És kezdődik a fapalló. Nézzétek, a fapalló kezdődik. Úristen. Úristen. Vízzel járunk, mint Jézus, nézzétek meg. Nem lett volna egyszerűbb a hidat megcsinálni, nem? Ide letettek egy ilyen átkelőt. Mindig, mikor azt hinné az ember, hogy már nem tudnak újat kitalálni ebben a műfajban, akkor jön egy ilyen térkép, és azt mondják nekünk, hogy ne szavazz meg. Akkor ezt próbáld ki. Igen. Nézd meg. Nem most langoljál, mikor itt vizen járok. Igen. Na most mondjátok meg, hova hozlak titeket, nézzétek meg. Ritka egy beteg térképez. Tanzániában egyet a kamion. Ne legyetek olyan elvetemültek minden. Ez az igazi tengeri betegség, hogy fapallón leszel tengeri beteg a víz tetején, a víz kellős közepének, a tetejének, a emelkedőjének a hátán. Mert különben így megy a kamion végig rajta, hogy nem tudod egy kettőt sem menni úgy, hogy nem mozduljon alattad meg a ülés húzat. Ha kavajakra mondom, hogy az ülésnek a húzatja már belekúszott a seggem lyukának a belsejébe. Azaz a végbélemig fölnyom módon. Annyira rugányos az az út. Na, mindjárt túljutunk. Kicsit mély neki nyomja, de kikapja a magad ki. Ez az. Jó. Kim vagyunk, jelentem. Lebegő dűne? Ennek mentem neki? Lebegő homok dűnének? Üreges dűne? Jó, akkor kikerülöm be ezeket. Jó, hát elég érdekes vakondok vannak itt. Na mindegy, itt az út. Tessék. Welcome to Tanzania. Hát ezek az utak vezettek el minket ide Lambada városba. És akkor innen fogjuk folytatni az utunkat, egészen még le a térkép második felébe, az Aizatára. Valószínűleg azon a részen sem lesz kevésbé kalandos utunk, úgyhogy ha gondoljátok, akkor tartsatok velünk a térkép második részében is. Ha tetszett a térkép, próbáljátok ki. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. És ha nem vagytok még feliratkozva a csatornára, akkor megköszönöm szépen mindenki, aki feliratkozik. És természetesen tartsatok velünk a következő epizódban is, illetve nézzetek vissza a korábbi epizódokat is. Euro Truck Simulator 2 vagy egyéb játékok tartalmait illetőleg. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, tartsatok velünk a következő videóban is. Addig is a 18 kerék legyen, veletek minden körülmények között. Sziasztok!